Nem ez volt az első eset. Ezt írta tegnap Facebook oldalán Tiffán Zsolt fideszes képviselő arról, hogy szerinte feltörték a közösségi oldalát. A politikusnak két korábbi bejegyzés miatt kellett magyarázkodnia. Az egyik a köztévét vonja kérdőre, hogy miért közvetítették a francia-román meccset. A poszt felteszi a kérdést, Európa k***vái vagy Európa zsúr pubiai kellenek ide. Egy másik profilján megjelent bejegyzésben pedig az szerepel, egyik csapatnak sem drukkol, ugyanis sok jót ennek a két népségnek nem köszönhetünk. Azóta ezek a bejegyzések eltűntek Tiffán Zsolt oldaláról, ahogy az is, amiben arról ír, hogy feltörték a profilját. A Facebook feldobott nekem egy figyelmeztető ablakot, hogy ahhoz, hogy az idegengépről bejelentkezzek, ahhoz adjak meg egy ilyen bejelentkezési kódot, és a telefonomra pedig kaptam egy értesítést, hogy egy idegen helyről próbálnak nálam bejelentkezni. Több módja is van annak, hogy elkerüljük a profilunk feltörését, ezt mutatja a közösségi média szakértő. Azt is megjegyzi az oldal, hogy mikor, honnan jelentkeztek be a profilba, de a jelszó kiválasztásával is megnehezíthetjük a hackerek dolgát. Valamilyen olyan jelszót, ahol hosszú a jelszó, vannak benne szóközök, vannak benne számok, speciális karakterek, ha ezt engedi a rendszer, tehát maga a jelszónak a megválasztása az fontos, hogy ez egy erős, nehéz jelszó legyen. Ha valaki jogosulatlanul lép be egy internetes fiókba, vagy egy közösségi oldalra, azzal bűncselekményt követel, ezt mondta a Híradónak nyilatkozó internetes jogász. Ezért akár egy év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. A jogász szerint, ha a hacker lejárató bejegyzést tesz közzé, mint például Tiffán Zsolt esetében, a büntetés még súlyosabb is lehet. Azzal akár rágalmazás, becsületsértés tényállását is megvalósíthatja, és akkor ezzel halmazatban kell megítélni a rendszer feltörésével kapcsolatos büntetőjogi szankciókat is. Nem a fideszes képviselő az első, aki azzal magyaráz egy később kínossá váló bejegyzést, hogy feltörték az oldalát. A Miskolci Polgárőr Egyesület egyik tagja kommentelte egy eltűnt fiatal cigánylányról szóló hír alá, hogy a szutyokért nem kár. A Szegedi Tudományegyetem korábbi kancellárjának, Devecz Miklósnak az oldalán pedig egy mesztelen nőket ábrázoló kép jelent meg, felette egy lengyel felirattal, végre normális bevándorlók. Devecz Miklós az ügy miatt mondott le a kancellári pozícióról. Meg akartuk kérdezni Tiffán Zsolttól, hogy tette már feljelentést a Facebook oldalának feltörése miatt, és ha nem, tervezi-e, illetve hogy tette valamilyen óvintézkedést a Facebook profiljának védelméért, de adásunkig nem válaszolt. Litauszki Balázs, RTL Híradó, Budapest.